Jól kezdte a mérkőzést a házigazda, 10 perc játék után 27-20-ra vezettek a cápák. A második negyedben 3 pontot ledolgoztak hátrányukból a fótiak, majd a fordulás után a vezetést is átvették a vendégek. A harmadik negyed vége a fótnak sikerült jobban, így a hazaiak 6 pontos hátrányban vágtak neki a záró 10 percnek. A különbség tovább nőtt, és végül 17 pontos vereséget szenvedett Merin Mehmedovics együttese. Kell nézni ez a 3 meccs folyamata. Első meccsen is jól játszottunk, és 1 pont. Mínuszban voltunk BKG. Második meccs gyertünk, ott is valami bemutattunk. Első felidő is jó volt most. Második felidő egy kicsikét újra visszajött a régi problémához. Doboz százalék, dobások. Valahogy ezt a dobás mindig dirigálja ebbe ki lesz pályán. Mikor jobb ide kézzünk, akkor nem olyan fontos a dobás, amikor az egál, akkor valaki kell bemenni, aki tud bedobni. De utána videkézés kicsit lelazul, ráadásul minden csapatból, aki ellenfél ebbe piros ligából, mindig vannak a játékosok, aki tudják dönteni a meccset. És ebbe újpesti csapatban láttunk ott a Juhos, ott a Márko, úgyhogy amerikai játékos, aki nagyon jól csinálja a dolgát. Megvárt ezt a pillanatok, hozták az előny, és nekünk nehéz volt visszajönni a meccsbe. A vendégek edzője szerint a második félidőben feljavuló védekezésüknek és dobóformájuknak köszönhetik a győzelmet. Ez a Nyíregyháza nincs azon a helyen, ahol gyakorlatilag az, ahova tartozna. Tehát szerintem ez egy jóval komolyabb és jobb együttes, mint ahol jelenleg áll. Ez az egyik része. A másik része a dolognak, hogy a második félidőben feljavultunk nagyon lepattanóban, illetve az egy-egy védekezésünk jelentősen megnőtt, aminek köszönhetően ott a harmadik negyedben ott 54-54 környékén, de lehet plusz egy mínusz pont tévedésem van, ott gyakorlatilag egy olyan szinten tudtunk sebességet váltani. Nyilván a jó védekezés az alapja mindenek, és jött támad is így ezáltal a ritmus, úgyhogy hála az Istennek egy jó dobóformát is ki tudtunk fogni, úgyhogy mindig volt, aki be tudott találni, úgyhogy ennek köszönhető ez a nagyobb arányú győzelem. A forduló további eredményei a következők: TF Budapest, Újbudamafc 100-101, Deosz U23, Vasas Akadémia 67-80, BKG Prima Akadémia Jászberény 97-93, Cegléd Budafok 90-59, Óbudai Kaszások Pécsi VSK 81-107 és Meavsz Miskolc Salgótarján 103-97. A tabella élén a PVSK áll 8 győzelemmel, megelőzve a szintén 100%-os Vasas Akadémiát. Az egy győzelemmel és 7 vereséggel sereghajtó Nyíregyháza szombaton az Újbudamafzhoz látogat.